Jó reggelt kívánok 2020. november 4-én, szerdán. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük neked, hogy a tiéd lehetünk. Megköszönjük, hogy megengedted, hogy ezen a mai napon is felkeljünk, hogy nem vagyunk különösebben betegek, és hogy megoltalmaztál, megvédtél minket. Köszönjük, hogy neked gondod van ránk, és kirendeled azt, ami szükséges, és nem engeded, hogy a szívünk aggodalmaskodjon, hanem lehet beléd vetni a bizalmunkat. Kérünk Istenünk, add, hogy áldott napunk legyen ma, add, hogy felismerjünk benne téged, és meg tudjuk valósítani azt, hogy az igazi közösség veled létrejöjjön, rád figyelve, rád gondolva. Ehhez segíts most minket hozzá, Szent Lélek Isten, könyörülj rajtunk, és légy jelen közöttünk. Amen. Isten ígéjét olvasom, a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt második leveléből, az 11. részből, az első 15 verset a következőképpen. Bárcsak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget, sőt, viseljetek el engem is. Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket. Mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket Krisztus elé. Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki oda megy hozzátok és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdetünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek. Pedig úgy gondolom, hogy semmivel sem vagyok alávaló a legfőbb apostoloknál. Ha az ékes szólásban iskolázatlan vagyok is, az ismeretben nem. És ezt mindig minden tekintetben nyilvánvalóvá tettük előttetek. Vagy talán bűnt követtem el, amikor megaláztam önmagamat, hogy ti felmagasztaltassatok, mert ingyen hirdettem nektek Isten evangéliumát? Más gyülekezeteket fosztottam ki, amikor támogatást fogadtam el tőlük a nálatok végzendő szolgálatra. Amikor pedig nálatok voltam és hiányt szenvedtem, nem terheltem meg senkit, mert hiányomat a Makedóniából jött testvérek pótolták, és minden tekintetben tartózkodtam és tartózkodni is fogok attól, hogy terhetekre legyek. Krisztus bennem levő igazságára mondom, hogy ez a dicsekvésem Akhája vidékén sem fog bennem elnémulni. Miért? Mert nem szeretlek titeket? Isten jól tudja azt. De amit teszek, azt ezután is tenni fogom, hogy elvegyem a lehetőséget azoktól, akik minden alkalmat megragadnak a dicsekvésre, hogy ők olyan apostolok, mint mi. Mert az ilyenek álapostolok, szélhámosok, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, mert maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat, de a végük cselekedeteikhez méltó lesz. Eddig a felolvasott igeszakasz. Kedves testvérek, Pál apostol, amit Korintusba ír, itt különösen is érződik, hogy mennyire érzelmektől feldúltan, mennyire odafigyelve, és mennyire nagy szeretettel írja mindazt, amit ír. Felismerül a kérdés, hogy mi ez a féltő szeretet, amivel Korintus felé fordul. Valójában ez féltékenység, vagy féltés-e? Hogy mi a különbség a féltékenység és a féltés között? A féltékenység az arra irányul, hogy valaki mástól féltem azt, általában valakit, vagy valamit, ami azt szeretném, hogy az enyém legyen, vagy ami az enyém. A féltékenység azt jelenti, hogy attól félek, hogy másé lesz, nem az enyém. Ezzel szemben a féltés az nem rám irányul, hogy nem az én tulajdonom lesz, hanem arra irányul, hogy esetleg elvész az a másik. A féltékenység és a féltés között a különbség az, hogy kire irányul. A féltékenység önmagamra irányul, hogy én elvesztek valamit. A féltés a másikra irányul. Féltem, nem akarom, hogy elvesszen. Ez a féltő szeretet fogalmazódik meg Pál apostolban akkor, amikor ír a korintusiaknak, elmondva, hogy ne térjenek el Jézus Krisztustól, ne térjenek el az evangéliumtól.
Miért volt erre szükség? Azért, mert akkor még nem voltak megszabott keretek. Nem volt intézményes egyház, nem volt teológiai képzés. Akkor, amikor Pál ír Korintusba, akkor nem azt mondom, hogy szabad áré van, mert nem igaz. Isten lelke megszabja, hogy mit szabad és mit nem. De nincsenek lefektetve a keresztény hitnek az alapjai. Ezeket az alapokat Pál is és a többi apostol is együtt fektetik le és jelenítik meg utána a Szentírásba. Valójában azt kell, hogy lássuk, akkor még nincs dogmatika, ami a különböző tanokat összefoglalná, és éppen ezért nagyon könnyen be lehet csapni egy-egy gyülekezetet, amikor jön valaki és kiadja magát, hogy ő bizonyos fajta apostol, ő ilyen és olyan elhívást kapott. Ugyanakkor tegyük hozzá. A Szentlélek nem csak az apostoloknak adatott, hanem az egyszerű gyülekezeti tagoknak. Ők is meg tudják vizsgálni, hogy kik azok, akik báránybőrbe bújt farkasok, és kik azok, akik ténylegesen a nyájnak a vezetői, az őrzői. Aki akkor apostol volt, azt ma így hívnák, lelkipásztor. Aki akkor prédikált, annak hiszem ugyanúgy elhívásra volt szüksége, mint ma a lelkipásztoroknak. Amikor azt mondja Pál apostol, hogy ő eljegyezte korintusiakat egy férfiúnak, akkor az nem csak Korintusra vonatkozik, hanem minden gyülekezetre. Az új Ádám, Jézus Krisztus, egy új Évát kap, aki nem más, mint a gyülekezet. Valójában ez is egy titok, amit nem fogok és nem is tudok most megmagyarázni. Azonban van valami veszélye az intézményes egyháznak is. A lélektelenné válás. Amikor már csak üres gyakorlat, hogy illik elmenni templomba, illik Bibliát olvasni. Megvan a tan, megvan az, hogy mit hiszünk, miért hiszünk, csak épp nem biztos, hogy élettel teli. Ezért szükséges a semper reformanda, így mondja a latin, állandóan, mindig megújítandó. A mi egyházunk és a mi szívünk is mindig megújítandó. Hogy nehogy az történjék velünk, mint amit Pál ír a korintosiaknak, félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Hol járnak a gondolataid? Mire gondolsz most? Mit jelent hűnek lenni, és őszintén ragaszkodni Krisztushoz? A hűség a görögben is, a magyarban is ugyanarról a tűről fakad. Hit. Hiszel-e Krisztusba? Tudsz-e hű lenni hozzá? Néhány nappal ezelőtt volt szó a gondolatőrségről, hogy odafigyelek, hogy mire gondolok. Sikerült megvalósítani. Sikerült visszaterelni a gondolataidat Istenhez, Krisztushoz. Próbáld meg ma is. Az intézményes egyház jó, ha jó az, amivel meg van töltve. Nem a keret a hibás a tartalomért. Amikor megújulásért imádkozunk, mindig kérjük, hogy a lélek jöjjön, ő újítson meg bennünket. Nehogy a sok bába között elveszel a gyerek, ahogy ezt Pintér Béla a Csak Te című számában megírta az elvárásokról, és arról, hogy vissza kellene találnunk az élő Istenhez. A keret jó, az egyház szükséges, de a megújulás elengedhetetlen. Ma kérdezd meg Istentől, miben újulhatsz meg, mi az, amiben változnod kell, hogy kiderüljön, Istenen kívül nincs más, mondhatjuk. Nincs más, csak Te, Istenünk. Újíts meg bennünket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyán, köszönjük, hogy veled lehet megújulni. Kérünk, Szent Lélek Isten, Te magad újíts meg minket, mutass rá arra, hogy mi az, amiben még változnunk kell. Add, hogy ne tántorodjunk el Jézus Krisztustól. Add, hogy akik még nem álltak oda hozzá, még nem találták meg, ők is megtalálják és megtérjenek. Adj kérünk ébredést, Úrunk. Köszönjük, hogy Te gondviselünk vagy. Add, hogy jól tudjuk ezt a mai napot is beosztani. Ha kedves Te erőttel őrizd meg minket bajoktól, betegségektől, balesetektől, vigyázz mindannyiunkra. Az Úr Jézus Krisztusért, aki itt tanított minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldott napot mindenkinek!